Csak alapos indokkal hagyhatjuk el otthonunkat a következő két hétben. A korlátozó rendelet szerint a munkába járás mellett továbbra is lehet sportolni és kutyát sétáltatni, de másfél méter távolságot kell tartani. Az előírások betartását a rendőrség ellenőrzi, ugyanakkor a munkába járáshoz nem kell munkáltatói igazolás. Kiárási korlátozást vezetünk be Magyarország egész területére. Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel jelentette be, hogy a koronavírus járvány lassításának érdekében korlátozást vezetnek be április 11-ig. Kiárási tilalomnál aztán a légy ki. A lakóhelyet és a tartózkodási helyet a rendeletben meghatározott alapos indokkal lehet elhagyni. A szabályozás elsőként említi a munkavégzést, az egészségügyi ellátás igénybevételét és a napi fogyasztási cikkek vásárlását. Ez nem kiárási tilalom, hanem kiárási korlátozás. Nagyon szeretném elkerülni, hogy olyan helyzet legyen Magyarországon, amikor már valóban az életet szinte elviselhetetlenné tevő korlátozásokat kell bevezetni. Ez észszerű, arányos. A házasságkötést és a temetés szűk családi körben engedélyezi a szabályozás. A rendelet szerint az egyéni szabadidő tevékenység is megengedett, illetve a háziállatok sétáltatása is, de többi között igénybe lehet venni a fodrász és a manikűrös szolgáltatásokat is. A híradónk által megkérdezett szakember szerint a kiárási korlátozás egy tágabb fogalom, mint a tilalom. A rendelet rögzíti, hogy mi megengedett és mi nem. Ami még tilos, az, hogy éttermekben a kiszolgálás 15 óra előtt is tilos, vagyis az éttermekben csak a házhoz szállítás, illetve az elvitelre való szállítás lehetséges. Előírás az is, hogy 9 és 12 óra között csak a 65 év felettiek vásárolhatnak a gyógyszertárakban, drogériákban és az élelmiszerüzletekben. A nyugdíjasok, hogyha arra kényszerülnek, hogy ki kell menni a lakásból, akkor védőfelszerelést vegyenek magukra: szájmaszkot, kesztyűt, de még védőszemüveget is. A DK szerint is további óvintézkedésekre van szükség, mert a kiárási korlátozás ellenére is sok ember lesz az utcákon. Biztosítson mindenki számára ingyenesen védőmaszkot, ahogy teszik ezt Csehországban, ahogyan teszik ezt Szlovákiában, és ahogyan ezt a világ orvosai és szakmai szervezetei ajánlják. Az operatív törzs illetékese hangsúlyozta, a korlátozások idején a munkába járáshoz nem kell munkáltató igazolás, a kiárási intézkedés szükség esetén meghosszabbítható.